Torony. Hello, Nyíregyháza! Figyelem! 3, 2, 1! Hello, Nyíregyháza! Mint minden évben, most is egymás és a város köszöntésével kezdődtek a Hello Nyíregyháza rendezvényei. A hagyományos üdvözlések mellett idén különlegesség, hogy több ország köszönéseit hallhatták a Kossuth térre látogatók. A 4. alkalommal megrendezett Hello Nyíregyháza egyben a város és környezetének turisztikai szezonnyitó eseménye is. A környező országokból jönnek ide, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Ukrajna a legtöbben. Itt vannak testvérvárosaink, a testvérvárosi kapcsolatokkal erősíteni tudtuk a turizmust, és hát mint ahogy ma is látszik, jó idő is van. És ez egy fehér folt volt a naptárban, és úgy gondoltuk, hogy ezt erre a április utolsó hétvégére kell szerveznünk, hiszen érdemes, ezt a 4 év bebizonyította, már most jönnek hozzánk a turisták, belföldiek, külföldiek, és szeretnék ezt a jövőben is építeni. Ez is a városmarketing egy is fontos eleme, és ennek is szerepe van abban, hogy a vendégészak a szám az elmúlt 4 évben és a turista látogatottság dinamikusan nőtt. A Hello Nyíregyháza programjain Nyíregyháza testvérvárosai is képviseltették magukat. A szlovákiai Eperjes polgármester asszonya többek között a jó partneri viszony miatt tartotta fontosnak, hogy részt vegyen Nyíregyháza áprilisi nagy rendezvényén. Mesto Nyíregyháza je jedným z najstarších partnerských miest Prešova. Azért érkeztünk erre a rendezvényre, mert egyszerűen nem akartunk hiányozni testvérvárosunk eseményeiről. A két település közötti viszony nagyon inspiratív, és a mai napon lehetőségünk nyílt arra is, hogy sorra vegyük, milyen további együttműködési lehetőségei vannak a két városnak. Délelőtt a város legkisebb lakói, az óvodások töltötték meg a belvárost, akik játékos sportvetélkedőkön mérték össze tudásukat. Természetesen ők is köszöntötték a várost és lakóit. Színes programok nem csupán a városháza előtti téren, hanem a környező utcákban, tereken is várták az ideérkezőket. Amíg a Kölyök utcában kreatív gyermekfoglalkozások, ugrálóvár és népi játékok fogadták a kicsiket, addig a felnőttek a Tavasz utca vásári forgatagában mulathatták az időt. A Hello Nyíregyháza minden korosztálynak tartogatott meglepetéseket. Többféle szórakozási lehetőséget kínál számunkra. Mindig, amikor ilyen alkalom van, mindig ki szoktunk jönni, pláne amikor ilyen jó idő van, úgyhogy most nagyon örülünk, hogy itt tudunk lenni. A Hello Nyíregyházán kulturális programok is várták az érdeklődőket. A Művész utca zenészei és képzőművészei különleges színfoltot vittek a rendezvény életébe. Újdonság, hogy idén a megújult Váci Mihály kulturális központ előtti téren szabadtéri zenés-táncos produkciókkal és civil kultúrpiaccal fogadták a Hello Nyíregyháza résztvevőit. A Kossuth téren a program látogatói megnézhették a Nyíregyházi Televízió Siesta című műsorának felvételét, délután pedig tánc és sportbemutatók szórakoztatták a városlakókat. A Hello Nyíregyháza idén a Piramis együttes koncertjével zárult.